Köszöntöm nézőket, szervusztok! A, a kormánypárthoz kötődő médiumok szinte minden héten újabb és újabb koholmányokkal próbálják meg vádolni a politikai teljesítményét, miközben a politikai kormányzást végző pártnak még most sincs jelöltje a főpolgárnási posztra, annak ellenére, hogy jövőre önkormányzati választások is lesznek. Ennek ellenére mégsem dőlhet hátra, hiszen most szombaton kvázi elindította a kampányát, és bár látszik az, hogy a felmérésekben maga biztosan vezet, egyelőre a 2019-ben őt támogató pártok még nem sorokoztak fel mögé, és az ő vele szimpatizálók is számos kritikát megfogalmaznak főpolgármesteri teljesítményéről. Karácsony Gergely lesz a ma esti vendégem, vele fogok beszélgetni. Mielőtt azonban belekezdenénk, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. És akkor fordulok már esti vendégemhez, Karácsony Gergelyhez. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Kezdjük a lengyel választással. Ugye 8 év után kormányváltás következett be a hétvégén Lengyelországban. Te kedden úgy posztoltál, hogy ez örömhír Budapestnek. Pontosan mi az örömhír? Mi a tanulság igazából a számodra ebből a választási stratégiából, ami eredményre vezette a koalíciót a pisz szemben? Ugye a lengyel és a magyar eh, politika között nagyon sok az analógia, meg a hasonlóság, de azért eh, nagyon óvatos lennék eh, azzal kapcsolatosan, hogy, hogy, hogy a lengyel ellenzék stratégiája az mennyire alkalmazható Magyarországon. Tehát ez egy teljesen más politikai intézményrendszer van, más választási rendszer. A PISZ az eh, nagyon hasonló, hogy mondjam, filozófiából eh, indul ki, ha van egyáltalán a filozófiája a jobboldali populista kormányzásnak, de teljesen más az intézményrendszer. És egyébként, bár az elmúlt időszakban én nagyon sok lengyel polgármesterrel, többek között Rafael trzaskowski val Varsó főpolgármesterével lettem baráti viszonyban, és sokat panaszkodtunk egymásnak, de azért azt gondolom, hogy például a lengyel önkormányzatiság sokkal szabadabb és sokkal erősebb, mint amilyen a magyar. De akkor miért örömhír ez igazából a Budapestnek? Azért örömhír, mert én nagyon hiszek a, 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 abban, hogy Magyarországnak egy olyan szövetségi politikában kell a nemzetéreket érvényesítenie, amely a visegrádi együttműködésen és egy európai integráción alapszik. Tehát nagyon fontos az, hogy a visegrádi együttműködés a 90-es években egy Európa párt együttműködés volt, ahol a kelet-közép-európai volt szocialista országoknak a sajátos érdekeit lehetett volna összehangolni, történelmi hagyományok meg sorsközösség alapján. És ez teljesen átfordult, tehát amikor én főpolgármester lettem, akkor az egyik első interjúmat egyébként egy lengyel újságnak adtam, és ott beszéltem a Szabadvárosok Szövetségéről, amit meg is alkottunk 19. decemberében. Akkor az összes viserádi országban Európa ellenes politikát folytató uh, kormány volt hatalmon. Azóta ugye megváltozott a helyzet, Szlovákia bonyolult, de Csehországban egy egyértelműen egy, egy atlantista uh, elnök, és, és, uh, és kormánykoalícióban is, most Lengyelországban is volt egy politikai változás. Uh, szerintem nagyon fontos, hogy, hogy tehát olyan típusú ö, európai ö, együttműködés, amelyben Magyarországnak nincsenek szövetségesei ö, a viselendi országok között, hosszú távon azt mondta, nem életképes. És az, hogy ö, a lengyel és a magyar belpolitika a varsói gyors és ö, hasonló ö, alapján pontosan tudjuk azért eléggé, Uh, hogy így mondjam, uh, egy korreláció van egymással, ez, egy, ez egy, szerintem egy fontos üzenet. Nem gondolom azt, hogy az ellenzék, a lengyel ellenzék politikai stratégiát Magyarországon lehet adaptálni, mert más a politikai intézményrendszer. És um, amikor például a, az elnökválasztás választás volt 2021-ben, ha jól emlékszem, akkor ugye pont uh, Rafał Trzaskowski volt az ellenzék közös jelöltje, és nem tudott nyerni, pedig ő egy, egy egészen kivételesen tehetséges ember szerintem. Tehát nagyon, Valójában a lengyel ellenzék azért tudott nyerni, mert több hangon beszélt. De egy arányos választási rendszer lehet több hangon beszélt. Úgyhogy nem tudom, hogy mi következik az ellenzék politikai stratégiát, illetően ebből a változásból. De az egy nagyon pozitív dolog, hogy ennek a kelet európai régiónak a legerősebb gazdasága, a legnagyobb társadalma politikailag egy nagyon számunkra szentem fontos változást hozott. És ha megnézzük a varsói eredményeket, 85% volt a részvétel Varsóban. Na így, én akarok igazából csatlakozni. Tehát valóban 85% volt a Varsói részvétel, gyakorlatilag az ellenzék lemosta a piszt. És ezért is kérdezem tőled, hogy amikor legutóbb Budapesten lehetett mérni ezt, ott 75%-os volt mindössze a részvétel 22-ben, sőt az önkormányzati választáson 50% környéki. Ezzel tudtál te akkor 353 ezer főt magad mellé állítani. Lesz -e ennél nagyobb szerinted a részvétel jövő nyáron, pláne úgyhogy egy szokatlan időpontban lesz a választás. Lesz -e lehetőséget szerinted ennél több szavazatot összegyűjteni? Egyáltalán mekkora szavazatmennyiséggel lennél elégedett? Hát nyilván ö, azzal lennék elégedett, ha jobban szerepelnék, mint 19-ben, arányában és, és szavazatmennyiségben is. Ö, az, hogy az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás egy napon van, ez nyilván azért van így, mert a Fidesznek ez az érdeke. Legalábbis ez a Fidesz vélelme, hogy ez az érdeke. Én ebben nem teljesen biztos. Az, ok az későtlen, hogy okoz ellenzéknek bizonyos problémát, hiszen egy arányos választási rendszer az ellenzéki pártok érthető okokból, legalábbis egy részük érthető okokból külön akar indulni. Nekem, mint a, hogy mondjam, egy közös jelöltnek, mert én itt magamra, nyilván nekem az lenne a legjobb, hogyha kötös listán indulnának az ellenzéki pártok, de az ellenzék hosszú Hát néha elmondom ezt, amikor valaki megkérdezi, meg amikor meg se kérdezik, akkor is elmondom, de, de nem mondom azt, hogy nekem ebben különösebben kéne politizálnom, De motorognom. miért, hogy ez a politika érdeked, akkor szerinted miért ne lenne fontos az, hogy te ebben agilisabban, attraktívabban is fellépj? Azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy az országnak, vagy, a, vagy, az ellenzéknek is ez az érdeke, nem tudom. Tehát az biztos, hogy az ellenzéki pártok a magyar belpolitikában nyilván egymásra vannak utalva, amíg ez a választási rendszer van, szerintem nem nagyon van ennek alternatívája, az önkat pedig hát egyáltalán szerintem föl sem merül. Hát, Felelős stratégiai elképzelésként az, hogy valamilyen típusú rivalizálást legyen a, a, a választáson, hogy az LP választáson ez, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy egy másfajta nezéki kínálat legyen, az összes rövidtávú problémájával együtt is. Tehát én azért mondom, hogy nekem főpontgánsai erősként ez nem az érdekem, de szerintem Budapesten ez nem fog problémát okozni, sőt, szerintem Budapesten ez növelni fogja a részvételt. Meg jellemzően egyébként olyan helyeken fogja növelni a részvételt, ahol, ahol, ahol a Fidesznek szerintem van félni való az önkormányzati választáson. Tehát az ötödik vagy a tizenkettedik kerület, aminek most kanapárti vezetői vannak, az, hogy egy napon van a két választás, az szerintem érdemben növeli az ellenzék esélyeit, mert egyszerűen a két tét együtt nagyobbnak fog számítani, és szerintem többen fognak szavazni. Tehát összességében azt gondolom, hogy egy nagyon magas részvétel lesz az önkormányzati választáson, a korábbiakhoz képest. Nyilván azért egy, egy sorszöntő parlamenti választás politikai tétjét, amit mind a két fél, mondjuk Lengyelországban a most vagy soha kérdéseként apostrofált, az nyilván azért nagyobb politikai súlyt ad, mint egy EP és egy önkormányzati választás. Tényleg, de ez 22 és 18-ban próbálkozott ezzel az ellenzék. Igen, de ez nem épült meg úgy, ahogy mi a, meg akartuk építeni, vagy mennyire, amennyire esetleg az ott esetben ez ténylegesen, úgy mondjam, a könyvek jövőben megíró lapjait visszalapozgatva azt gondolhatnánk, hogy tényleg volt jelentősége. A választópolgárok nem feltétlenül érezték így. De hogy magasabb lesz az önkormányzati választáson a részvétel, mint 19-ben, az majdnem biztos. Meg tudod erősíteni, miért tudod cáfolni, hogy a Fidesz pokorni Zoltán tervez indítani ellened? Ezt miért nem Kérdezem. Mert tőlük nem tudom megkérdezni, kérdezem, hogy te mit tudsz erre vonatkozóan. Hát mindenféle plegykákat hallok, de, de nem akarok plegykálkodni ebben a témában. Hallottam én is ezt, meg hallottam ennek az ellenkezőjét is. Szerintem Pokoni Zoltánnak a 12. keretben is nagyon nehéz lenne győznie. Én azt gondolom, én ma arra fogadnék, hogy a 12. keretben ellenzéki győzelem lesz a polgármester választáson. Van konkrét tudásod arról, hogy kit tevezinteni veled szemben a Fidesz? Nincs. Se nem konkrét, sem nem tudás. Tehát, de igazából nem, nem is, az a, fő kérdés szerintem. Az a kérdés, hogy ez számít -e ez? Most ez őszintén. Tehát annyira, konfrontatív a magyar belpolitika. Annyira, egyébként a Fidesz tíz éves munkája révén annyira polarizált a magyar közvélemény, annyira nem mozdul sehova a, a választópolgár, annyira nincsen az a közép, amihez beszélni kellene egy jelöltnek. Egy És Budapesten olyan mértékben uh, uh, leomortizálta magát a Fidesz, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy kitindítanak. Tehát én, én azt gondolom, hogy lehet ez egy, egy férfi vagy egy nő, egy, egy veterán uh, polgármester, vagy éppen egy újdonsült uh, sportvezetőt, nem nincs jelentősége. Tehát én, az én kampányomat semmilyen mértékben nem befolyásolja. Világos, de annak van-e szerinted jelentősége, hogyha esetleg elintanak egy civil jelöltet, az esetben egy szakmailag magasra tagsált figurát, aki képes lehet akár 6-8 ot is összeszedni, és az viszont egy alacsonyabb ellenzéki mobilizáltság mellett alkalmasá teheti arra a Fideszes jelöltet, hogy behúzza előled a főpolgármesteri széket. Hát... Nincs olyan, hogy civil jelölt. És azért nincs olyan, hogy civil jelölt, mert egy olyan országban élünk, ahol ahol, ahol nem lehet felépíteni valakit civilként. Tehát lehet, hogy nincs neki pártakönyve, de, de, de annyira, annyira polarizált a magyar közélet, és Budapesten különösen. Tehát én, én arra készülök, hogy ezt a választást meg fogjuk nyerni, szerintem nagyobb arányban, mint 19-ben. Nagyon remélem, hogy ez nem csak Budapest érvényes, hanem a vidéki nagyvárosokra is, ahol nyert az ellenzék szerintem meg fogunk nyerni olyan kerületeket még, amelyeket, amelyeket 19-ben nem tudtunk. Na, akkor hadd vessek fel két dilemmát is. Az első dilemma az, hogy szerintem ő egy egyfajta fals nyugalom a te újraválasztásodat tekintettel arra, hogy miközben részben azt lehet látni, hogy 14 óta a lakótelepeken és a külvárosokban igenis erősödik a Fidesz minden választásról egyre-egyre jobbak a pozíció. Ráadásul az is látszik, hogy 2015 és 2022 között a listás eredményben gyengült a az Budap ellenzék Budapesten, és igazából egyedül a budai kerületekben látszik némi nemű erősödés. Ö, emiatt is szerintem fontos kérdés az, hogy kimered-e valóban ekkora maga biztossága jelenteni azt, hogy az újraválasztás, gyakorlatilag jelenleg biztosan elkönyvelhető. Azt egyáltalán nem mondanám, hogy biztosan elkönyvelhető. Tehát egyrészt nem gondolom, hogy a Fidesz nem úgy működik, hogy akkor lemond bármilyen területről, tehát nyilván komoly erőfeszítéseket fognak tenni arra, hogy, 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 valamit, valami esélyt tudjon a Budapesten szerezni. Ugye a jelöltjük jel 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 az azért nincs, mert azért tehát a, Fidesz egy olyan szervezeti kultúra, hogy ott kikapni, tehát, az, az, az tehát ők nem ez vannak szokva. De nem És én azt látom a kerületekben is, ahol a Fidesz kikapott, egyszerűen mai napig nem rendezték a soraikat, mert egyszerűen annyira meg vannak sértődve, mint egy ilyen tényleg így, egy, egy, ez, ez, nyilván ez egy pszichológiai kortünet. Szóval, hogy nem... Egyrészt ez is van, de szerintem az is van, ami nincsen az ellenzéken belül, hogy például ott egy veszteségnek igenis van komoly karrierkövetkezménye. Tehát Fűrjes Balást félretették, Sára Botondot is bizonyos értelemben félretették. Hát azért hát az egy felfelé bukás volt azért. De mindegy. A politikai pozícióikat érinti az, hogy milyen eredményt szállítanak egy választásra. Persze, persze. Ez az ellenzékre nem mindig igaz. Lehet. De hát, hogy mondjam, egy olyan politikai rendszerben vagyunk, amin az ellenzéknek elég, elég sok baja van, és, és nagyon kevés használható politikusra. Tehát azért az, olyat még nem láttunk, hogy és azt hiszem gyújsen fedeztek egy ilyen mondat és most egyet kell értsek vele, hogy, hogy valamelyik ellenzéki párban levonták a konzekvenciákat, és akkor ettől ilyen, 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 ilyen hirtelen új erő kapott az a, az a politikai szervezet. Szóval Magyarországon ezek a politikusnak lenni, az, az, azért az, az egy kémásokkal teli szakma, azt szépen fogalmazok. Ezért talán kicsit más ez a ez a típusú kérdés. Na mindegy, visszatérve arra, én, én, egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy könnyű menet lesz. Én azt gondolom, hogy borzasztó nehéz lesz, szerintem borzasztó dolgokat kell, kell, majd viselnünk, nekem személyesen is. Én fel vagyok készülve a legrosszabbakra, de a végén győzni fogunk. És, és ez a fajta magabiztosság az nem azt jelenti, hogy nem mondjuk óvatosak, hogy ne, 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 készülnénk különböző forgatókönyvekre, hogy nem gondolnánk azt, hogy, hogy van még rengeteg tennivalónk, tehát egyáltalán nem döltünk hátra. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy elsősorban az a politikai képet, amit a Fidesz létrehozott ebben az országban, amit én egyébként nagyon-nagyon károsnak gondolok. De annak vannak politikai konzekvenciái, például az, hogy a Fidesznek Budapesten nyerni, az gyakorlatilag lehetetlen. De még gondolod ezt, ugye azért az látszik, hogy a mi hazánk már a főpolgármester jelöltjét, valószínűleg nem ő fogja veszélyeztetni az újra választásodat. De ugyanakkor ott van például a Magyar Kétfarkó Kutyapárt, akik Újpesten és Hegyvidéken igen erős jelöltekkel indulnak neki a választásnak. Simán elképzelhető, hogy az ellenzéki torzsalkodásba belefáradt egyébként ellenzéki érzelmű szavazók inkább fognak azzal az ajánlattal menni, mint azzal, amit az ellenzék állít majd össze. Ráadásul nem is tudjuk, hogy milyen összetételben, hiszen ahogy azt a bevezetőben mondtam, az ellenzéki pártok a támogatásukról gyakorlatilag mai napig nem biztosítottak. Téged. Én a kétfarkú kutyapártot úgy tekintem az ellenzéki politika oldaláról, mint egy jelázmérőt. Tehát, hogyha mi bénák vagyunk, rosszul csináljuk, akkor a kétfarkú párt elviszi azokat a szavazókat, akik egyszer akarnak a fidesz szemben szavazni, és az ellenzéknek adni egy jelzést. de az önkormányzati választáson szerintem tudunk olyan politika alternatívát csinálni, ami, 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 miatt nem kell majd a kétfarkúra szavazni azoknak, akik nem kifejezetten egy ilyen nagyon ezt a szavazók. És lesz egy RP választás is, ahol szerintem a két farkúak, ö, akár jól is szerepelhetnek, ö, mert, mert, mert ott, ott lehet, ö, hogy mondjam, taktikai elemektől megtosztított módon lehet, ö, lehet nyugodt szívvel szavazni rájuk. E, ha valaki úgy érzi, hogy ez a, hogy ez a, ez a legjobb jelzés a magyar belpolitikának. Hát a legtöbb közlemkültetés azt is mutatja, hogy ezzel valószínűleg sokan fognak majd élni. Ezért is kérdezem tőled, hogy például jelenleg hány ellenzéki párt jelezte azt, hogy az újraválasztásodban partnerséget vállal? Az összes. És akkor ezt miért Az, az egy párt. Budapesten az én megérzésem szerint egy-két kerületben van érdemi politikai vita még, olyan kerületekben, amelyeket most Fideszes polgármester vezet. És a pártok nyilván csomagban akarnak megállapodni, és azt gondolják, hogy ennek a csomagnak a létrehozása vagy kitárgyalása az, az könnyebb akkor, hogyha minden egy csomagban van kezelve. Én ezt megértem, nem állítom, hogy hogy nem örültem volna, már el tudtunk volna kezdeni közösen kampányolni. De én korábban is azt mondtam, hogy össze lesz megállapodás. Most is egy-két kerület van, ahol, ahol tényleg érdemi vita van. Most nyilván a pártok vitatják, hiszen mindenkinek van egy tárgyalási pozíciója, ahol nagyon sok bábú van az asztalon, de amennyire én ezeket a pozíciókat ismerem, azért összességében egy-két kerületben van érdemi vita. Te vezeted ezeket a tárgyalásokat? Nincsenek tárgyalások. Mármint, hogy olyan talán egy, egy alkalomból alkalom volt talán, amire emlékszem, amikor úgy, úgy az összes párt, vagy valamennyi, majdnem valamennyi párt leült tárgyalni. Beszélgetések vannak, és azért ezek, én mindenkivel beszélgetek, és ebből vontam lesz a következtetést. Ugye 19 ben amikor összeállt az ellenzék, és akkor egy nagyon látható, erőteljes kampányt tudott folytatni, amelyben az is látszott, hogy téged erőforrásnak tekint az összes kerületi polgármester, mindenkivel veled akart kampányolni. Szerinted 24-ben előállhat ugyanaz a helyzet, hogy ugyanígy kvázi te vagy a megjelenítő és első embere a valamifajta koalíciós együttműködésnek, ami a pártokon átívelően szegezi szembe az ajánlatát a fidesz -szel? Szerintem igen. Nyilván nagyon más, hogy akkor szinte mindenki ellenzékből indult. Tehát Budapesten volt néhány baloldali, vagy ellenzékvezetésű kerület, de a többségében ugye meg kellett fordítanunk, és itt tudtunk közgyűlési többséget csinálni. Ma azért ez egy kicsit más. Tehát itt most megválasztott polgármesterek vannak, akinek saját csapata van, saját kommunikációs csatornái vannak, saját arculata van, és, és nyilván azt gondolják, egyébként valószínűleg ez így is van, hogy ők helyben egy picivel jobban állnak, mint én a saját kerületükben. Ez azért lehet így, mert ráig nem költenek el milliárdokat, hogy lejárassák őket, illetve hát, hogy radar alatt vannak, és általában a, az önkormányzati választásnál az a, az a, logika, hogy vannak ilyen paradigma váltó választások, mint mondjuk 2006-ban, amikor az összedi beszéd után uh -huh. volt egy nagy Fidesz győzelem, vagy 2019-ben, amikor megépült Budapesten és számos nagyvárosban, hogy van egy váltási igény, de akkor általában utána csend szokott jönni. Tehát én azt gondolom, hogy a 19-es választás Tól, valamivel jobb eredményt fogunk elérni, de én, én például azt gondolom, hogy az összes megválasztott polgármestert ö, ö, nagy arányban újra fogják választani. Ugye erre is kitérünk, de ugye azt mondod, hogy az összes párt igazából a támogatásáról biztosított téged. Nem Ez nyilvános, tehát beszélgetünk egymással, és érdemben az nem támogatás, ami nem. nem látható. Érted? Most volt szombaton egy kvázi kampányt, ott. szerintem ezt nyugodtan tekinthetjük annak. Nem Egyetlen annak szántunk, de igen. Sem vett rajta részt? De Október 23-ára szerveztek egy nagy arányú megmozdulást, rengeteg respektálható, elismerése méltó civil szervezet lesz ott melletted, de jelenleg azt lehet látni, hogy egyetlen egy pár sem delegál felszólalót, vagy akár csak valamilyen módon hirdeti magát az eseményt? Szerintem egyrészt a szombati rendezvény, ami, amit ugye minden évben csináltunk a választási évfordulóra egy ilyen visszatekintő dolgot, ott az összes engem támogató párt politikusa jelen volt. Tehát ott voltak országgyűlési képviselők, a polgármesterek, a polgármesterek, a polgármesterek. Tehát ezt, 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 én pont biztatásként A közös olvasunk, a is még nem álltatok ki a színpadra, hogy akkor ez egy közös kiállás, valamilyen fajta megerősítés annak, hogy te az ő támogatásukat bírod. Persze, de hát, hogy ez, ez az én rendezvényem volt, és arról beszéltem, hogy mit csináltunk az elmúlt négy évben. Az október 20-ai rendezvény pedig, hát ez a tipikus, a mai belpolitikában jól ismert, ilyen pártfóbiás civil hozzáállásból indul, amiben a fővárosi önkormányzatot, mint közhatalmi szervezetet, amely egyébként ezekkel a civil szervezetekkel jogi értelemben is kapcsolatban áll, hiszen különböző társadalmi egyeztetési folyamatokban részt vesznek. Tehát, ők, ők, tehát, az, az nekik belefér, hogy egy fővárosi önkormányzati rendezvényen megjelenjenek, és mondjuk szónokot adjanak, hogy hozzájárulnak a programhoz, a pártokat azért nem szívesen látják. Tehát ez, ez nem... Az világos csak az a kérdés, amikor jövő tavasszal, amikor neked majd adott esetben ajánlásokat kell összegyűjtened, adott esetben door to -door kampányban minél több embernek kell szólítanod, akkor ezek a civil szervezetek lesznek azok, akik embereket delegálnak majd. Én azt feltételezném, hogy talán kevésbé. Vagy azok a pártok, akik most nem lesznek ott a 23-ai felszólaláson. Hát szerintem inkább a civile fognak. Igen, ezt gondolod? Igen, nem azért, mert. mert, mert tehát én az, az arra, arra készülök, hogy az európai parlamenti választás miatt a pártok erőforrásait azok sokkal kevésbé fogjuk tudni használni, mint 19-ben. De ez ebben nincs semmi rossz hiszemiség, vagy valami olyan dolog, ami mondjuk az én politikai pályafutásom kapcsán egy valamilyen negatív hozzáállást tartalmaz, nem egyszerűen az van, hogy két választás van, és a pártoknak, az ellenzéki pártoknak az európai parlamenti választás az egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő lesz, hiszen 26 felé vezető úton azért ez egy, az egy fontos útállágazódás lesz, hogy milyen szépen kimondtam ezt a szót. Tehát én arra készülök, hogy nekem kell egy önálló aktivista toborzó kampányt csinálnom, a polgármestertársokkal közösen az önkormányzati választásra, mert azt is gondolom, hogy van nagyon sok olyan választópolgár, aki nagyon szívesen segíti az, össze, az ellenzéket úgy általában, szívesen dolgozna akár egy közös listáért egy EP választáson, de mivel ilyen nincs, és az egyik párt kedvéért nem fogja szabad érét feláldozni, inkább az önkormányzati választáson próbál segíteni. Tehát én arra készülök, hogy, 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 hogy kell egy gyakorlatilag egy, egy, egy olyan aktivista és, és és grassroots kampányt csinálni, ami a pártok erőforrásai nélkül is képes elezik egy győzelemet elérni Budapesten. És ez milyen szervezeti háttered lesz? Ugye jelenleg a párbeszédet egy ra sem mérik, igazából te már nem vagy társadalmi a pártnak, és korábban arra utaltál, hogy te is valami fajta civil ernyőszervezet keretében fogsz majd elindulni. Ez felveti itt azt a kérdést is, hogy akkor ebben az értelemben mi szükség van így erre a formációra? Hát egyrészt Budapesten a párbeszédet 5%-ra mérik, ami, ami azért ö, egyébként ö, rivalizál nagyon sok más párttal. Budapesten nagyon-nagyon fragmentálta az ellenzéki pártoknak a támogatottsága, nyilván vidéken ez máshogy van. Ö, de én azt gondolom, hogy az én pártom az Európai Parlamenti Választáson ö, valószínűleg önálló listából fog indulni. És szerez mandátumot? Nem tudom. Ezért ez még -e messze van, és, és bár én egyébként nagyon régóta híve vagyok az LNP és a párbeszéd együttműködésének, és dolgoztam is azért a magam szerény eszközeivel, hogy egy ilyen közös listás indulás kialakuljon. Most ez, ez távolibbnak tűnik, bár én még most se vetném el teljesen, mert azért a nap végén az elég hülyén fogunk kinézni, hogy ott külön-külön ennek -en esetlegnek kifutunk. De ez nem az én politikai felelősségem, és mivel én arra készülök, hogy az ellenzéki pártok közös főpolgármesterről, hogyha leszek, nem is feltétlenül helyes, hogy én ebben, hogy mondjam, túlmozgásos vagyok bocsás, milyen értem annak, hogy te a párbeszédnek vagy a tagja, de nem vagy a párbeszéd jelöltje. Mit csinál igazából ebben, ebben ez a párt? Most én egy közvetlen választáson induló volt vagyok, más pártok támogatásával együtt. Ez, hogy mondjam, a politikai logika és a, hát, hogy mondjam, az úriemberség szabályai szerint engem azért némi távolságtartással int a saját pártom építésével kapcsolatosan. Ki mér 5 százalékra a Budapesten? Nincsenek előttem a budapesti adatok. Republikon, 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 felmérésen. Republikon felmérés volt, személyes megkérdezés Budapesten. Jó, Uh, hát ugye azért mindig egy kérdés az, hogy rendben van, uh, neked szükséged van egy közgyűlési többségre ahhoz, hogy bármit is tud csinálni a következő ciklusban, hogyha újra választanak. Um, és nagyon magabiztosan nyilatkoztál arról, hogy ez valószínűleg meg lesz, sőt, újra választják az inkubens ellenzéki polgármestereket. Ugyanakkor az lehet hallani, hogy például az uglóban igen erőteljes ambíciói vannak a momentumnak. A te meglátásod szerint érdemes lenne előválasztást tartani, és azon eldönteni, hogy ki lesz az ellenzéki jelöltje polgármesteri székért. Uh, én ma azt gondolom, hogy, hogy um hogy a tárgyalasztalt preferálom az ilyen konfliktusok megoldásában. Miközben de... neked az előválasztás adta meg a pozíciót és a legitimációt is. Igen, kérdezett. de az nagyon-nagyon más volt. Tehát az egy nagyon más helyzet volt, és, és ellenzékből indultunk, és egyáltalán nem volt olyan magától értetődő, hogy akkor, hogy akkor milyen, hogy mondjam, milyen kell beállnunk, nem volt egyértelmű legitimitás, ami azért egy közös jelölt esetében kellhet. Azért most, most azt gondolom, hogy ez egy más helyzet. Tehát alapvetően mi és az ellenzéki létben ez egy, egy novum, hogy azért mi egy hatalmi pozícióból indulunk, tehát ott szerintem ez másféleképpen merül föl. Hogyha valahol nem lehet megoldani a konfliktust, és, és több is látunk Budapesten, de nem nagyon sokat, akkor persze ezt is, ez is egy lehetséges út, ami, ami adott esetben járható. Jobb lenne ezeket az elkövetkező hetekben rendezni ezeket a konfliktusokat. Én nem tartom kizártnak, hogy tárgyalasztónál is meg lehet ezeket oldani. De ezeket ha ezeket a tárgyalásokat történt? te alakítod, szemléled, kivárod, milyen a te pozíciód? Miközben nyilvánvalóan a te politikai mozgásteret függettől egy esetleges újraválasztás során. Hát ugye nekem az eminens érdekem az, hogy legyen megállapodás. Ehhez képest egy másodlagos érdek, hogy milyen. De hát ugye megállapodás az olyan tud lenni, amiben mindenki egy kicsit szomorú. Tehát én veterán ellenzéki tárgyaló vagyok, és azt tudom, hogy minden tárgyalás után mindenki egy kicsit rossz kedvű, mert különben nem jön létre az a kompromisszum, ami közel van a méltányossághoz. Én minden pártnak a megbízott képviselőivel beszélgetek, Ezen a héten szerintem mindegyik párttal beszéltem, és innen, ahogy fölállok, egy, 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 egy ilyen tárgyalásra fogok menni. Szóval ezekben én részt veszek nincsen, a 2022-es választási kudarc feldolgozásában most ott tartunk, hogy valahogy nincs nagy respektje annak, hogy legyenek közös tárgyalóasztal. Szerintem egyébként ez egy hiba, mert ettől még ez az egy, egy ezer éves módszer arra, hogy megbeszéljük a dolgainkat, hogy leülünk együtt. Ezért egy kicsit azt a feladatot érzem magamon, részben azért is, mert a legtöbb információ az én fejemben van, mert én beszélgetek szerintem a legtöbb emberrel, részben meg nyilván vezetnem kell ezt a politikai koalíciót. Hogy, hogy, egy kicsit ki mediáljam ezeket a konfliktusokat. Nem vagyunk nagyon messze a, a megállapodástól. A te meglátásod szerint mikorra várható az, hogy összeáll a teljes ellenzéki ajánlat arra vonatkozóan, hogy hogyan futtak neki a 24-es önkormányzati választásnak Budapesten? Szerintem annak, hogy van-e megoldás tárgyalóasztalnál, vagy tárgyalóasztaloknál, vagy, egy, vagy politikai egyeztetéseknél, ennek ki kell derülni heteken belül. Mert hogyha azt látjuk, hogy nincs a ilyen megoldás. előtt? Igen. Ha azt látjuk, hogy nincs ilyen megoldás, akkor, akkor meg kell hirdetni az előválasztásokat, és akkor ugye pont jön a tél, tehát nem a, nem a legjobb időpillanatban vagyunk. De a legelső előválasztást azt januárban februárban tartották 19-ben. <laughs> azért nem szeretnék még egy ilyen borzasztó dolog hidegben előválasztani, de nyilván egy fokkal jobb, mint hogy mondjam, itt húzni a rétes tésztát. Ha nem lesz megállapodás, akkor te az élére állsz az előválasztás kikövetelésének? Hát annak, hogy legyen megoldás, annak igen. De mondom, az én preferenciám az, hogy azért 23 kerületet elosztani öt párt között azért az nem, nem tűnik lehetetlennek. Hát már azért itt nagyon sok érdek feszül egymással hát, az MSP szereti tartani azokat a pozíciókat, amiket 2019-ben megszerzett. Momentum joggal érzi azt, hogy az ő választási szereplése alapján több kerületben indulhatna el. A DK-nak is nyilvánvalóan nőttek az ambíciói, az lmp ről mi nem is beszéltünk, és akkor a párbeszédnek is esetleg lehetnek még valami fajta szándékai ezzel. Nehezen tűnik úgy, hogy van ma olyan autoritás az ellenzéki térfélen, aki ezeket a viszonyokat elrendezheti, hiszen korábban te voltál az, de mostanra azért már alacsonyabb ambíciókkal beszélsz, akár a saját magad ilyen témvaló szerep felfogásáról is. Hát abban az értelemben, hogy főpagymester jelöltként nekem kell egy csapat, abban az értelemben azért van velem erősen ambíció, éppen ezért rengeteg időt és türelmet szentelek ennek az ügynek, és szerintem lesz megoldása. Én azt gondolom, hogy az, hogy össze van megoldás, azt az, az továbbra is tartom. Lehet, hogy lesz egy-két kerület, ahol előválasztás évén kell jelöltet választani ez se tragédia. Egyébként 19-ben is az történt, hogy, hogy a Ferencvárosban nem sérült megállapodni a pártoknak. Pontosabban... De Ott volt egy agilis polgármester jelölt, aki kiküzdötte magának az előválasztást. É, meg egy főpolgármester jelölt, aki leborította a pártok fejét, hogy már pedig előválasztás Aki lesz. ennek az élére állt. Én. Ezért kérdezem, hogy tervezel -e hasonló típusú, attraktívabb szerepállást ebben a kérdésben? Ö, nem kizárt, hogy elő kell azt a kiabálós énemet. Oké. Okay. Öncsünk Öntsünk tiszta vizet a pohárba kicsi volt ez a láda, amiben az adományokat gyűjtöttétek, vagy nagy volt ez a láda? Ez nem tudom, hogy, mi, hogy ez egy érdemi kérdés. Az kétségtelen, hogy, hogy, hogy a sajtóban megjelentek olyan hírek, amik alapján valótlan információk jelentek meg az adománygyűjtésünkről. Én finoman annyit jeleztem a, a, a számlavezető bank fejlentése kapcsán, hogy, hát, hogy az általa bekér dokumentumok cáfolják a kérdését mondom, öncsünk tiszta a pohárba. Tehát az nem kérdés, hogy még maguk a szolgálatok is úgy áll, hogy azt az megállapítást teszik erről az egész történetről, hogy itt bűncselekmény gyanúja nem merül föl. Az is nyilvánvaló, hogy azok, akik a leghevesebben támadnak téged azzal, hogy te milyen kampányfinanszírozási panamát követtél volna el, nekik van a legkevesebb morális alapjuk, hogy ezt megtegyék, és most nem fogom felsorolni a különböző Fideszes satelit szervezeteket és azoknak a mindenféle kétes finanszírozását ezt te megtetted a korábbi nyilatkozataidban. Én csak azt kérdezem, hogy hogyan eszkalálódott oda ez a helyzet, hogy hetek óta, hónapok óta igazából magyarázkodni kényszerülsz, és nincs két egymás követő hét, ahol ugyanaz a három állítás hangozná tőled, és folyamatosan alakul ez a történet, és nincs egy olyan narratíva, amiben az ellenzéki szavazó kapaszkodni tudna. Szerintem nem nagyon van olyan ellenzéki szavazó, akivel nem beszéltem, szimpatizáns az ügyed iránt, aki ne érteni azt, hogy mondjuk az Orbán rezsimmel szembeszállni. Ahhoz kell nemzetközi szolidaritás, kell a pénzügyi elitnek valamilyen típusú támogatása, és itt tovább. Miért nem lehet erről és nyíltan kommunikálni? De én transzparensen és nyíltan kommunikálok. Tehát ö, nem tudom, mire gondolsz, hogy, hogy én ugyanazokat a mondatokat mondom, tényleg, ö, tényleg, mint egy papagáj ebben az ügyben, és ezeket a mondatokat most újra elmondom, hogyha kíváncsi vagy rá. Egyrészt ez egy minden szempontból jogszerű adománygyűjtés volt. Ezt valóban elismerik a szolgáltatók és sőt a Fidesz is elismeri, hiszen most akarják ezeket a jogszabályokat módosítani. Magyarországon anonim módon adományokat gyűjteni ö, ezen a módszerrel lehet és az teljesen világos volt, hogy nekünk vagy nem lesz pénzünk, vagy anonim módon fogunk adományokat gyűjteni. És mivel anonim módon gyűjtöttünk adományokat, ezért nem tudom és nem is akarom felfedni azokat, akik ezeket az adományokat adták. De te, te is látod azokat a videókat, ugye 22 tavaszán a Telex készített veled egy interjút, amiben azt nyilatkoztad, hogy nem lesznek ilyen típusú pénzek a kampányban. Üm, utána készültek veled más típusú interjúk is, ahol már finomítottad ezt a narratívát, és egy picit másfajta keretezésben próbáltad ezt elmesélni. Ezért az a kérdésem, hogy van -e ezzel kapcsolatban bármilyen olyan részlet, amit tisztáznál a nyilvánosság előtt, hogy végre egyszer ezt el lehessen rendezni, és az ellenzéki szavazók megalapozottan helyezhessék belőled a bizalmat, bizalmukat, hogyha egyáltalán gondolkodnak abban, hogy rátszavazzanak. Hát, ö, én nem tudok más mondani, mint amit az előbb elmondtam. És szerintem ez, ez a lényeg. Egyrészt ez egy jogszerű adománygyűjtés volt. Kettő. Ö, Magyarországon nem ad pénzt a kampányra valaki úgy jelentősebb összeget, hogy ezt nyíltan vállalna. Valaki ezt megteszi. Bujár Gábor megtette. Hogy el, ő saját magát hm. fette föl, hogy ő adott pénzt ebben az adománygyűjtő akcióban. Három. És ez szerintem fontos. Egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy egy fillér közpénz nem volt ebben a finanszírozásban. Ami azért nagyon fontos, mert egyébként az ellenfeleink az a közpénzből építik föl azt a hazugság amivel nekem napindan meg kell küzdenem. És azért azt szerintem egy, egy fontos jelzés, a fővárosi önkormányzat és a cégei elköltenek évente, hát nem is tudom, sok száz milliárd forintot. Ez amiatt én fölfogalmazom, hogy ez ezer milliárdokat jelent. Azt szeretném mondani, hogy az elmúlt négy évben volt-e bárkinek jogos indoka arra, hogy megkérdőjelezze az, hogy ez a fővárosi önkormányzat makulátlanul gazdálkodik a közpénzzel? Volt-e bárkinek oka arra, hogy akár engem vagy a kollégáimat megvádoljon azzal, hogy a saját érdekeinket helyeztük a elé? Volt-e ilyen ügy? mert szerintem egy politikust az minősít, hogy ha közhatalma van rábízva, akkor ezt a közhatalmat kinek az érdekében használja. Én ezen a próbán átmentem, és tényleg a, egyszerűen már megéltem a, 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 Városháza ügyet is, amiről ugye kiderült, hogy valójában akik bűncselekményt követtek el, az azok voltak, akik ezt az egész ügyet megkrálták. bocs, arra mindjárt fogunk műveszélni. és ott is van egy nagyon fontos kérdés, de ami a legfontosabb szerintem is, mert ez az adást nyilvánvalóan sok ellenzéki szimpatizáns nézi. Nincsen semmilyen olyan típusú korrekciós igény benned, hogy azt gondolod, hogy Tehát a te megítélésed szerint te ebben a kérdésben végig transzparensen jártál el? Hát nézd, én azt tudom mondani, amit, amit elmondtam, nincsenek más információi. Magyarországon anonim módon így lehet adományokat gyűjteni politikai célokra. Nyilvánvaló, ezekre szükség van. Tehát tényleg Dávid és Góliát küzdelmét folytatjuk. Ö, azok az ellenzéki pártok, akik, mivel úgy érezték, hogy ezt a pénzt valójában ellenük gyűjtöttük, azok értem, hogy ettől egy kicsit dühösek voltak, de egy ellenzéki szavazó, az szerintem azt vár egy ellenzéki politikustól, hogy megoldja azt, hogy legyen érdemi esélye annak, amit csinál. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez egy jogszerű volt, és szerintem erkölcsös. És az, hogy az, hogy anonim módon gyűjtünk adományokat, az azt is jelenti, hogy én nem tudom, hogy kik ezek az emberek, és ezek az embereknek én nem tartozom. És azt tudom mondani, hogy Mutassanak még egy politikus Magyarországon, aki négy évig közhatalmat gyakorolt, és soha semmilyen módon érdemben nem merült fel az, hogy ezt a közhatalmat a magán céljaira használta volna, vagy akár pártot épített volna belőle, vagy bármi, ami egy ilyen határeset. Én, én, erre büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy a fővárosi önkormányzatok nincsenek olyan közbeszerzése, ahol egy induló van. Büszke vagyok arra, hogy, hogy soha senki minket megalapozott a korrupció gyanújával nem tudott vádolni egészen szürreális kreálmányokra, mint a Városháza ügy, amik ugye csak arra voltak alkalmasak, hogy kiderüljön az, hogy valójában milyen típusú hatalommal állunk szemben. Amikor két fideszes beszélget egymással, és akkor ez, ez alapján készített rendőrség házkutatást tart az én kollégáimnál, ahol persze nem találnak semmit, és a rendőrség a két ember közül, ahol az, ahol az egyiket Péternek hívják, és a kiderült, hogy a hangfelvételt egy Péter nevű ember telefonjára vették fel, azt a bizonyos Péter nevű embert nem tudja kihallgatni. Ez a Péter egyébként Zentai Péter, egy bűnöző, szeretném mondani, mert jogerős bírósági döntés van róla, hogy elmondhatom, hogy ő egy bűnöző, timort is van üzlettársa. Tehát én ebben a közegben politizálok. Fel vagyok készülve arra, hogy ez az ügy, ami még egyszer mondom, szerintem elköltségileg is és jogilag is rendben van, erről az ügyről rengeteget fogunk még hallgatni. De ez egy visszaigazolás annak, hogy amit én főpolgármesterként csinálok, az a érdemben morális aggája még a Fidesznek sincs. Um, ugye pont most, ha már felvetődött ez a kérdés, um, szerinted egyébként a pénz maga, az hasznosan lett elköltve? Kérdezem ezt azért is, mert ugye ez az előválasztási kampányodat finanszírozta, és ott végül egyébként nem sikerült azt az eredményt hoznod, amit mindenki várt, már pedig az látszik ezekből hát nem, nem mindenki várt. Nem mindenki várt. Hát legalábbis a szélesebb nyilvánosság, igen, igen. mindenképpen a politizáló szélesebb nyilvánosság és a különböző politikai jellemzők azért alapvetően nagy összegbe fogadtak volna, hanem is akkorában, mint amit a 99 mozgalom kapott, hogy te leszel az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Nem ez történt meg végül. Szóval ezért is kérdezem tőled, hogy miközben látod, hogy a többi versenytársadnak nem volt ekkora forrás előnye a kampányolásra, Ma már máshogy használhat fel ezeket a forrásokat? Hát ez egy generálisabb kérdés. Az egész miniszterelnök jelölti előválasztással kapcsolatos generálisabb kérdés. Anélkül ezt nem tudom megválaszolni. Azt meg nem érzem most időszerűnek, hogy ezen, ezen élve magamat. De akkor ez már az emlékirat, hogy része lesz majd? Igen. Jó, hát mondom, az csak a politikai pályafutásod befejezését követően várható. Hát igen, és az, az szerintem még az arrébb jó, akkor a 99 mozgalom pénzmozgásával kapcsolatban zárjuk le ezt a témát. Nincs olyan elem, amiről azt gondolod, hogy még nem bontottad ki a nyilvánosság előtt, és ami miatt fontos lenne tájékoztatnod úgy a budapesti választópolgárokat, mint a szélesebb közelőnyt, a te elkismereted ebben teljességgel tiszta tud lenni? Igen, és talán egy dolgot hozzá kell tennem, hogy, hogy az a a számlázató bank által tett kapcsán mi megkeressük a számlázató bankot, és fölhívtuk a figyelmét azokra a dokumentumokra, amelyek nála vannak, és amelyek ezt a feljelentést száfolják. És nagyon remélem, hogy ennek kapcsán ezt a feljelentést vagy vissza fogják vonni, vagy, vagy érdemben módosítani. Mert akkor meg tudod erősíteni, mert ebben azért volt kavarás az OTP részéről, hogy ez a feljelentés akkor ténylegesen megérkezett a magyar rendőrséghez? Hát ezt mi a sajtóból tudjuk, tehát valószínűleg igen. Hát, tudjuk ezt is, és azt is, mert a legelső cikket azt rövid után a magyar nemzet eltávolította az oldaláról. Hát ez, ez gyanús, és egyébként nyilvánvaló, aki egyébként súlyos bűncselekményt követett el, egyébként azok pont a nyomozóhatóságok, akik ilyeneket kiszivárogtatnak. Ja, akkor bocsáss meg, a te tudásod mi... szerint most van följelentés a 99 mozgalom ellen az OTP részéről, vagy nincs? Nem tudom egészen biztosan. Azt tudom, hogy mi megkerestük a számlavezető bankunkat, és jeleztük, hogy mik azok az információk, amik egyébként, a, amiknek ők a birtokukban vannak és amelyek cáfolják például a láda méretével kapcsolatos egyébként valóton állításokat. Mivel fogsz kampányolni 2024-ben? Hát ezt nem tudom. Nyilván ö, 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 nehezebb jogi körzetre számítok, ö, és ö, nehezebb politikai körzetre is, hiszen a pártok, és még egyszer mondom, én ezt valamilyen szintig meg kell, hogy értsem, az európai parlamenti választás miatt nyilván nem fognak olyan mértékben erőforrásokat biztosítani a kampányhoz, sem pénzben, sem, sem szervezeti értelemben. Ezt nekünk valahogy pótolnunk kell és nyilván meg fogjuk valahogy oldani, de, nem, de azért nehéz, nehéz, nehézített terepre számítok. Szerintem az adományokból lehetőséged lesz megint ekkora összeget összegyűjteni, mint amit a 99 mozgalom mögé tudtál bepakolni? Szerintem már valahol írják egy irodában azokat a jogszabályokat, hogy ez ne lehessen, úgyhogy arra készülünk, hogy, hogy, hogy hogy transzparensebb módon gyűjtünk adományokat. Ha már a Városháza ügyet előhoztad, ugye valóban ott az történt, hogy az Indexen megjelent egy cikk sorozat, amit egyébként alapvetően hát megalapozottan feltételezhetünk, hogy szolgálati eszközökkel szerzett információkra alapoztak. Emiatt is különösen meglepő az, hogy amikor az egész pénzügyi botrány kialakult a 99 mozgalom körül, akkor elsőként az Indexben mentél el interjút ad, miközben számos független médium is kért tőled interjút, és abban az Indexben magyaráztad ezt a helyzetet, amely korábban egyébként, mondom még egyszer, meglapozottan föltételezhető, hogy szolgálati eszközökkel szerzett információkat próbált lejáratni. Ezt nem érzed inkonzisztensnek? Ö, egy, picit igen. egy picit igen. Egyrészt ö, ö, ez a megkeresés, ez a, a, az ügykörobbanása előtt már ott volt nálam, és egyébként tulajdonképpen én, én úgy értem, hogy én a Rónai megyek erre a beszélgetésre. Mm. De én ide is szívesen jöttem, és máshol is szívesen megyek. Az indexek nem adok interjút. Tehát ez fontos hogy az Index többször kért már interjút tőlem, és nem azért nem adok, mert, mert vannak, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy ha lesz bármilyen ehhez hasonló kamu lejárató ügy, akkor azt az indexen fogják kirobbantani. Egyébként a Váradi Nasszáj Mártával szemben egy tényleg szánalmas bepróbálkozás szintén az indexről indult. Tehát én az indexet nem adok interjút, mert nem akarom legitimálni az ellenzéki szavazók előtt, Ugye ott nem azt csinálják, mint az origónál, hogy elfoglalták és behűítették, hanem az indexen vannak olvasható tartalmak, és ezáltal van a trójai faló megépítve, amit be lehet tolni majd a kampányba. Én kifejezetten Rónai Egon kérésére mentem, az Index és az ATV közös podcastjébe, és azt gondolom, hogy ez egy határeset, és, de a, kérésben a kérdésben megfogalmazó kritikában azért van, van, van Lesz-e idén ünnepi világítás? Lesz. Mi változott a tavalyi évhez képest, amikor ugye nem volt a főváros anyagi helyzetére való hivatkozás miatt? Az áram költsége. Tehát ö, akkor, amikor erről döntést kellett hoznunk, akkor nagyjából négyszer, sőt, ötször annyiba került az áram, mint most. Úgyhogy, ö, úgyhogy idén lesz diszkiblángítás, nagyon körzetbarát és nem csili-vili. nem tekintjük a fákat ö, villanyoszlopnak. Ezt szerintem ez egy fontos ö, hozzáállás a városülmetetési kérdésekben de az, az alapvető az, az, hogy az energiárak azért most kicsit közelebb vannak a normalitáshoz. Szeptember elején még több mint 15 milliárdos mínuszban volt a főváros költségvetése, aztán ugye megérkeztek az iparűzési adóbevételek. Igen. Kérdés, hogy ez a pénz ki fog-e tartani az végéig, illetve mikor számítotok legközelebb, nagyobb arányú adóbevételre a jövő év folyamán? Hát március közepén, tehát mi elég egyszerűen működünk, mert március közepén és október közepén a legtöbb pénz. Alapvetően mi ugye az iparűzési adóból élünk, és ennek a befizetése erre a két pontra esik. Az idei évet azt úgy éljük túl, hogy hogy nem adósságot viszünk át a jövő mert ez a törvény tiltja. Bár egyébként nincsen szankciója, akár meg is tehetünk volna, de a, mi is, egy, mivel egy banki partnerekkel szorosan együttműködve végül is azt a döntést hoztuk, hogy egy más utat választunk úgynevezett faktoráltatással tudjuk át túlélni ezt az évet, tehát tulajdonképpen éppen tegnap írtam alá az elszükséges szükséges szerződéseket a kollégáimmal közösen, két bankkal közösen megosztva a, csomagot, de az utolsó negyedéves közösségi közlekedési követelését tulajdonképpen a BKK-nak felénk, ezt faktoráltatjuk, és ez nem számít Magyarországon. Az a 6 szerint nem számít még az éven túl nyúló kötelezettségvállásnak. Ugye sok, sok kritika érte a prémiumosztási gyakorlatokat gyakorlatotokat is, kevesen tették hozzá azt, tudja, amíg a Fideszes felügyülő bizottsági tagok is megszavazták ezeket a prémiumokat. Tehát nyilván itt megint nem a jogkövetés kérdése merül föl, hanem egy morális dilemma alakul ki, hogy miközben láthatóan a fővárosnak nagyon sok olyan szolgáltatása van, amit nem képes finanszírozni, spórolni kell egy csomó területen, akkor nem tartod rossz politikai üzenetnek azt, hogy bár értető módon ezeket a menedzsereket, akiket be tudtak húzni egy, egy, ilyen cég élére, azok a piaci, tehát a piacra kimenve valószínűleg a többször is tudnak keresni annak a pénznek, amit a fővárosnál keresnek, de hát ez a közszolgálatnak a lényege, hogy az emberek valamilyen típusú elköteleződés többlettel vállalnak ilyen típusú munkákat, és hát ilyen prémiumot nem tudtál osztani mondjuk például azoknak a munkatársaknak, akik nyilván az orosz részét viszik el ezen intézmények működtetésének. Tehát kérdezem én, hogy kifejezetten baloldali a szempontból nem tartott visszásnak a prémiumosztási gyakorlatokat? Nem, hát ezek a cégvezetőknek benne van a, a munkaszerződésében. Tehát ez nem ajándék, ez nem egy ez önkényes dolog, hogy a főpolgármester úgy dönt, hogy megkapják, benne van a szerződésükben. És ezek a cégvezetők és ezek a cégek tényleg óriási terheket viselnek. Ennek egy része egyébként politikai természetű, tehát azért a Márta Imre az mondjuk, azt hiszem a huszadik perét nyeri meg a lakármédiában szemben szól, azért ezek a, ezek a cégvezetők, oda rakták magukat, és nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtottak a fővárosi cégek. És, és azt az, az nem értem igazságosnak, amikor azt mondod, hogy ilyen típusú jutatásokat nem adunk a munkavállalóinknak. A fővárosi önkormányzat egy nagyon rendes és, 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 és odafigyelő munkadó. Tehát nálunk volt bérfejlesztés a cégeinknél, nem annyi, amennyi, amennyit szévesen adnánk. De ha megnézzük a költségvetési helyzetünket, euh, akkor azt gondolom, hogy az a bérpolitikai megállapodás, amit kötöttünk a ciklus elején a szakszervezetekkel, és amelyhez tartottuk magunkat, euh, az alap, azért van az, hogy Budapesten még járnak a buszok. E, és a COVID idején adtunk rendkívüli külön támogatást, a, az energiakrízis idején is adtunk külön egyedi döntésekkel támogatásokat. Tehát azért mi, mi egy rendes, azt gondolom, hogy a munkavállalóit megbecsülő cég vagyunk. Tehát és a csúcsvezetők irányában irányába történő prémium te meg is nagy, nem vett föl morális dilemmákat? Szerintem fölvett kommunikációs dilemmákat, mert egy végtől hazug, populista és, és genyláda sajtóval állunk szembe. Ilyen szempontból persze fölvett. Most én, és még egy nagyon fontos, hogy a vezetői prémiumok azok egy, egy rendszert képeznek. Tehát a, én főpolgármesterként jóvá hagyom mondjuk a vezérigazgatónak és a helyettesének a prémiumát, de az alatta lévő alap, beosztású emberek, egészen az alacsonyabb szintű vezetőkig, ők ez alapján kapják meg szintén a prémiumukat. Tehát, hogy ez az egész rendszernek a motiválásában ez nagyon fontos. És amikor, amikor cégek képesek arra mondjuk például a budapesti közműveknek a létrehozásával, mi évi 4-5 milliárdokat spórolunk. Tehát olyan szervezeti struktúrákat alakítottunk ki, amelyben brutális mértékben megfragtuk a politikai állásokat. Egyébként lehet, hogy ez fáj egyébként sokaknak, de azért mondjuk, amikor összevonunk hat fővárosi tulajdonban lévő céget, akkor ott azt jelenti, hogy akkor ott öttel kevesebb felügyelőbizottság van, meg igazgató, tanács, meg középezető, meg szolgálati autó, ez, ez brutális pénz. És ezeket a vezetőket nekünk meg kell, ta. ezeken a vezetőken nagyon nagy teher van. És én elégedett vagyok a munkájukkal. És még egyszer mondom, benne van a munkaszerződésükben, amiket hogy jóvá a fővárosi közgyűlés. De ez nem olyan dolog, ha valaki a prémium célkitűzéseket teljesíti, akkor ez a pénz az ő munkabérének a része. És még egy dolog, mondjuk a MÁV vezérigazgató, az pontosan kétszer annyit keres, mint a BKV vezérigazgatója. 5 millió forintot keres, és arra jön még rá a prémium. Miközben a MÁV-nak utasa van, mint a BKV-nek és a BKK-nak együtt. Szóval ezt a kérdést te joggal teszed föl, meg baloldali barátaim jobban teszik föl, meg, meg, mások is. Egy valaki nem teheti föl ezt a kérdést, ilyen ezen föl a Fidesz. Mert azt szeretném mondani, hogy szemben a mával a BKV és a BKK az igenis jól teljesít. És még egyszer mondom, ha az lenne, hogy a csúcsvezetők megkapják ezeket a fizetéseket, amik a saját, hogy mondjam, szektorukban a vezetői fizetésként egyébként nem alacsonynak számítanak, de mondjuk a buszvezetők meg nem kapják meg, akkor megint más lenne a helyzet. De azt gondolom, hogy amit tőlünk telik, bélfejlesztésben nagyon komolyakat léptünk előre. Egyébként a fideszes képviselők föl is szokták hánytolgatni, hogy minek emeltünk ennyi bért. Szerintem ez így helyes. Buszsofőrök. Van-e elégséges számú buszsofőr a tömegközlekedés biztonságos működtetéséhez Budapesten? Ö, van ilyen kockázat, de ö, tehát küzdünk azért, hogy, hogy, hogy a rabszolgatörvény, be nem tartás, nélkül, ami szintén ugye nem alkalmazunk, hogy, hogy tudjuk biztosítani a közszolgáltatásainkat. A buszsofőreknél különösen nehéz a helyzet, de ma azt gondolom, hogy, hogy hogy, hogy tudjuk biztosítani a, a közszolgáltatásokat. De ezért minden nap meg kell küzdenünk, és, és kell aktívan foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Ugye Kisambrus főpolgármester helyetteset kevés kérdésben állt ki annyira élesen a nyilvánosságban, mint a Fülöp-szigeteki vendégbussofőrök alkalmazhatósága ellen. Konkrétan úgy fogalmazott a BKV esetében szóval sem külföldi munkavállalók foglalkoztatása. Nyilvánvalóan a fővárosnak is ö, ö, dolgozói érdeképviseletet védő szempontja, ezt nem akarom elbagatelizálni, de ez a mondat ma Magyarországon nem tudnám idegen gyűlöletű karakterrel bírni abban a nyilvánosságban, ahol ugye már az ellenzéki pártok is egyre többet filippinoznak, Pináznak, és nem is megyek bele a többi jelzőszerkezeteikbe, mert szégyen teljes mindegyik, miközben 2015 óta is maga a kormánypárt hergeli állami eszközökkel a nyilvánosságot az eltérő etnikumú, eltérő bármilyen hátterű Igen. külföldről érkező Vendégmunkások menekültek, és itt tovább ellen. Szóval szerinted ez a megszólalása szerencsés volt -e a főpolgármester helyettesednek? Hát én tartalmilag teljes mértékben egyetértek vele, és valóban engem is meglepet, hogy hogy voltak olyan egyébként számomra fontos véleményvezérek, akik egyszerűen a mondatokat máshogy dekódolták, mint ahogy elhangoztak. Tehát itt, 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 tehát ha van valaki, akit nem lehet a rasszizmussal, vagy a kirekesztés, a vádolni, az a kis Ambrus, meg talán én, meg, meg az összes kollégám. Tehát hogy emögött, a mondat mögött semmilyen szenofóbia, vagy, vagy, vagy társadalmi kirekesztés nincs. Ez egy bérpolitikai stratégia szempontjából hangzott el ez a mondat, és szerintem ez egy helyes stratégia. Tehát azt akartatok kifejezni, hogy nem fogtok beszállni a negatív bérversenybe. Igen, és ráadásul azt tudni kell... Én nem hogy... ezt mondtátok akkor. Egyébként azóta, azt hiszem, hogy azóta megjelent az Portfolio, egy cikk, ahol az Ambrus bővebben kifejti azt, hogy ez, hogy ez az egész mondatnak mi a háttere, de de bennem föl sem merült az, hogy, hogy ez nem triviális, hogy ez nem, nem egy szenofób mondat, uh -huh. hanem ez egy baloldali gazdaság és társadalmi mondat. De egyébként ö, ö, visszatérve, tehát azt tudni kell, hogy itt, tehát itt, itt arról van szó, hogy a magyar állam munkaerő közvetítő cégeken keresztül hoz be Magyarországra munkaerőt. Ilyen, hogy mondjam, egyszer használatosat. Tehát ezek az emberek három évig itt dolgoznak, aztán haza kell menniük. Tehát definíció szerint ők egy megalázó, kizsákmányolt helyzetben fognak itt dolgozni. És természetesen valószínűleg azért választják ezt, mert az ő perspektíváiból nézve ez még mindig egy kitörési lehetőség, nem tudom, de hogy ez, ez a fajta bérmunkakölcsönzés, ez a kizsákmányolásnak egy szélsőséges formája. És egyébként, amíg Magyarországon van még munkerő piaci tartalék, amíg mi aktívan dolgozunk, tehát nekünk vannak munkaerőpiaci programjaink, próbálunk azon dolgozni, hogy még, még potenciális munkerőt föl tudjunk szívni a fővárosi cégekhez, éppen most egy állásbőrt fogunk tartani ezzel kapcsolatosan, hiszen nálunk nagyon sok fizikai dolgozó dolgozik, nem csak buszsofőrként, hanem kevésbé képzett területeken is. Tehát igazából az a játék, hogy mi leverjünk magyar, Magyarországon a szakszatnak, éppen, hogy épülgető szakszervezeti érdekérvényesítés rendszerét lenyomjuk a béreket, egy olyan helyzetben, amikor a béreknek emelkedniük kellene, mi ebben akkor se szállunk be, hogyha rövid távon vannak ebből a származó előnyeink. És, és, és tényleg, hagy, 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 hangsúlyozom ezt. Tehát, amikor volt a, elindult a, 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 az orosz támadás Ukrajna ellen, ezt tévesen orosz-ukrán háborúnak szoktuk hívni, néha én is, és elkezdtek megérkezni Magyarországra menekültek akkor ezeknek a befogadásában uh, mi elkezdtünk egy koalíciót építeni. És amikor kiderült az, hogy uh, ezek a menekültek, ezeknek egy része, kárpátaljai roma, akkor hirtelen nagyon magunkra maradtunk. Tehát ha van olyan közhatalmi szervezet Magyarországon, amely te, olyan mértékben uh, intakt az ilyen típusú uh, elgondolásoktól, hogy adott esetben kommunikációs hibát vét, mert nem gondol alul, hogy ezt így is lehet az a fővárosi önkormányzat és, és Kisambrus főpont esetű láncít felújítása érthető ennek a szimbolikus jelentősége. Politikailag szerinted valóban nyertetek -e vele annyit, mint amit reméltetek tőle? Hát egyrészt nem remélhetünk tőle, csináljuk a dolgunkat, és azt reméljük, hogy ha csináljuk a dolgunkat, akkor a választópolgárok ezt értékelni fogják. Mire gondolsz pontosan? A kérdésem arra irányul, hogy ennek nyilvánvalóan a mandátumodnak, vagy ennek az öt éves ciklusnak az egyik legkiemelkedő projektje. Ti magatok is alapvetően így kommunikáltok róla, hogy ez egyik legfontosabb eredmény, Igen. amit el tudtatok érni. És közben kérdezem, hogy miközben látható, hogy mondjuk a bérlakás szektorban milyen kihívások előtt áll még mindig a főváros, és lehetne mondani egy további közpolitikai szektorokat is, ahol jelentős forrásigény mutatkozik. A közben kérdezem azt, hogy a láncszínnak a megújítása valóban ilyen szempontból olyan jelentőségű politikailag, mint ami most látszik a ti kommunikációtokból. Hát nyilván azt kommunikáljuk, amit, amiről azt gondoljuk, hogy el kell mondanunk, hogy megtörtént, de hát igazából hagyta jenem fel a kérdést másféleképpen. Tehát van annak alternatíva, hogy a láncid leszakad? Tehát, hogy a, az én mesterségem arról legyen híres, hogy, hogy a láncidot úgy hagyjuk, hogy van, lezárjuk, és kiszeszünk rá egy, egy behajtani tilos táblát? Vagy, vagy szóval, mi ennek az alternatívája? A láncid olyan állapotban volt már, hogy, hogy nem lehetett halogatni ezt a beruházást. És ha őszinte lenni, akkor nyilván vannak a a, ennek a ciklusnak is, meg az én munkámnak is vannak olyan kötelező elemei, amelyeket meg kell csinálnom, de hogy nyilván önmagában az, hogy a itt felején újítva, az én nem azért, hogy lettem főpolgármester önmagában, hogy ez megtörténjen. Nem is szerepelt a programomban egyébként, tehát nem tudtuk, hogy egész pontosan hogy milyen állapotok vannak, amíg meg nem kaptuk az ezzel kapcsolatos vizsgálati jelentéseket. Nyilván szabad szemmel lehetett látni, hogy milyen borzasztó állapotban van. Tehát, hogy ez a kérdés nem így merül föl. Tehát vannak olyan dolgok, amiket muszáj megcsinálni, függetlenül attól, hogy milyen pénzügyi mozgástered van, függetlenül attól, hogy, 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 hogy ezt tekinted a leges, 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 legfontosabb prioritásnak, a láncidat föl kellett újítani, és pont. És ennek nem volt alternatívája. Tehát nem gondolom azt, hogy... És nem azért csináltuk, mert azt gondoltuk, hogy ezzel lehet választást nyerni, hanem azért, mert azt gondoltuk, hogy ezt kutya kutyakötelességünk megcsinálni az autós forgalom elő elzárás azzal a kitétellel, hogy a taxik, illetve igen. a megközlekedési eszközök átmennek a hídon. Szóval ez a forgalmi rend meg fog maradni? Szerintem igen, szerintem semmi okunk nincs arra, hogy ezt fölülvizsgáljuk. Egyrészt szóval nagyon fontos tudni, az, hogy, az, a láncit kapcsán ez tulajdonképpen egy sokkal szélesebb konszenzus, mint ami ennek látszik. E azt tudom mondani, hogy a kormány 2020-ban megfogalmazott Budapest fejlesztési stratégiájában még a taxikat sem engedte volna föl. A Budapest főépítész Erő Zoltán tíz éve írt cikket arról, hogy milyen forgalmi rendnek kéne lenni a láncidon. És ma Magyarországon nincs olyan szakmai szervezet, még az Autoklub sem, ami azt mondaná, hogy állítsuk vissza a, a régi forgalmi rendet, nem az eredeti, mert az eredeti forgalmi rend szerint ugye lovaskocsik járatának csak. Hogy a, hogy a felújítás előtti forgalom, még az autóklub is azt mondja, hogy, hogy az egyéni gépjármű forgalmatnak valamilyen korlátozott módja valósulja meg, ami mellett egyébként nagyon könnyű érvelni, mert ez egy ilyen kompromisszumos megoldásnak tűnik, csak ugye nagyon nehéz ezt végrehajtani, hogy akkor milyen közlekedőket engedünk vissza. Szóval ez ilyen szempontból egy inkább egy elméleti lehetőség, mint egy gyakorlati. Tehát én azt gondolom, hogy ez így helyes. A város ezt meg fogja szokni, nagyon sokan meg is szerették, és ami nagyon fontos, hogy hogy ez egy olyan társadalmasítási folyamat eredményeképpen született döntés, Amivel szemben azért szerintem nagyon nehéz szemben menni. 136 ezer ember szavazott ebben a kérdésben, és 80 uk azt mondta, hogy maradjon ez a forgalmi rend. Azért ez egy elég erős felhatalmazás. Ez világos. Ugyanakkor az is világos, hogy Budapesten nagyon hasznos lenne egy kizárólag gyalogos forgalom által használható híd. Ugye maga a Lánchíd, ezt mindig el szoktátok mondani, hogy erre korlátozottan alkalmas, hiszen a kialakítás az architektúrája miatt igazából Igen. a középről nem lehet belátni a Dunát, Igen. de valószínűleg még ebben a formájában is valószínűleg egy. Kiemelten ért nagy érdeklődése számot tartó közlekedési útvonal tudna lenni. Szóval fölmerült -e esetleg, vagy te magad fontosnak tartanád de azt, hogy a láncszédről minden más típusú közlekedés tűnjön el, ami nem gyalogos? Ma azt gondolom, hogy ez a forgalmi rend szolgálja leginkább Budapestnek az érdekét. A belvároson belül biztosítja a, a taxik, a buszok és a kerékpáros közlekedésnek a, a, egy nagyon fontos lehetőségét. És egyébként a, a, a Láncidon a gyalogos forgalom, az pedig hát brutális. 30, 35 ezer ember megy át naponta ezen a hídon. Ami részben azzal is összefügg, hogy egyrészt teljesen más egy olyan hídon sétálni, ahol nem egy, egy tömött kocsisor áll dugóban, hanem viszonylag szellős a közlekedés. És nagyon fontos az, hogy a gyalogos megközelíthetőség a láncidnak, az nagyon sokat javult, és még akarjuk is javítani a Széchenyi tér átalakításával. Tehát gyakorlatilag a láncid abban az értelemben egy hiddá vált, hogy sokkal többen sétálnak át rajta, mint korábban bármikor, és, és, és ezt a szerepét szerintem még tudjuk erősíteni. Én jel, nagyon boldog lennék, ha tudnánk arról beszélgetni, hogy hollan, hol építünk még gyalogos hidat, akár a parlament és a, a Batyányi tér között, ugye itt voltak mindenféle tervek ezzel kapcsolatosan, tehát szívesen beszélgetnék, azért ez egy kicsit irreálisnak tűnik még. De a látsz, szerintem most egy helyes kombót képez, ha úgy tetszik, a szelét közlekedésben, tehát én ezt a szerepét megőrizném. És, és az a buszközlekedés, ami a Láncidon megy, annak nagyon nagy szerepe van a belváros és a budai oldal összekötetéseiben. Ezt nem áldoznám föl egy olyan szimbolikus gyalogos hídoltárán, amit tulajdonképpen most is gyalogos barát. A 2019-es programodban számos ambiciózus vállalást tettél, most mindenikre nem fogunk tudni kitérni, jövőre is kell majd valamiről beszélgetnünk, de a lakáspolitikai mégis csak egy pillanatra szeretném, hogyha ja. ki tudnánk térni. Akkor azt írtátok, hogy... A 2019-es 4,6%-ról a bérlakásoknak a száma több mint a duplájára 10%-ra emelődik fel. Pontosabban a szabályozott lakásbilleti szektor arányát így akartátok átalakítani Budapesten. Mi volt az időtáv? Mert hogyha ennyire felkészült Mátor, akkor... Ez az volt a mondás, hogy ebben a ciklusban ez meg fog valósulni. 10 éven belül az van a programban. 10 éven belül? Igen, Akkor az a kérdésem, 24-ben mekkora lesz ennek az aránya? 4,6-ról lesz-e érdemelmozdulás a 10 felé? Nem. Viszont van néhány dolog, ami azért amiért azt gondolom, hogy fontos, hogy, hogy, hogy elmondjak ezzel kapcsolatban. A Fővárosi Önkormányzat elköteleződött a lakásügynészség koncepciója mellett, amiben a leggyorsabb előrelépést tudjuk várni a, 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 a lakásformébek megoldásában. Ennek a koncepciója elkészült, és bekerült a települési operatív program pluszban, tehát a Fővárosi Önkormányzat által kapott európai Uniós forrásnak egy nagyon jelentős részét, több mint 10 milliárd forintot szeretnénk erre szállni az elkövetkező időszakban illetve ezzel párhuzamosan egy közvetlen brüsszeli forrásból szintén ennek a modellnek a kialakítására szereztünk forrásokat. Ez a koncepció készen áll. Igazából eddig arra vártunk, hogy a többi települési megfelelően a kormány kiírja ezeket a programokat Budapesten is. Bár ezek a programok ugye fel vannak függesztve, tehát ez sajnos az árulásnak alásik ez a, ez a program. És, és, éppen ezért ezek a finanszírozása még nem teljesen világos, hogy mikor tud meg, megérkezni száz százalékban, de jelenleg a főrös önkormányzatnál hát van egy diszkrimináció, nem tudok szemben fogalmazni, tehát itt miközben más vidéki városok már rég ezt a pénzt, mi nem jutottunk ehhez hozzájutni, sőt ki sincs ív még a pályázat. Most azt kell mélegre tennünk, hogy, hogy a kormány rávegyük arra, hogy arra nem tudok rávenni, hogy, hogy, hogy előlegezzék meg ezeket, és később ezeket elszámolják az Európai Unió felé. Most azt kell mérlegre tennünk, hogy, hogy az, annak érdekében elkezdjünk egy komoly lobbit, hogy legalább írják ki a pályázatot, mert akkor el tudjuk kezdeni saját forrásból ezeket a programokat, és később el tudjuk ezeket finanszírozni. Ez nem egyértelmű, hogy, hogy, hogy a programok sikeressége szempontjából melyik a jobb út. De ettől függetlenül Toborozzuk a csapatot a Fővárosi Lakásügynökséghez. Tárgyalásban vagyunk olyan civil szakértőkkel, akik, akik nagyon jól ismerik ezt a területet, miközben egy nagyon pici terület és kevés szakértelem van ezen a területen. Tehát tulajdonképpen heteken belül el tudjuk kezdeni a Fővárosi lakásügynökségnek a működését, amely még egyszer mondom, utána egy 10 milliárdnál nagyobb mértékű forrást tud majd erre a célra használni. Ami egyébként, ha onnan nézem, hogy mekkora lakás nincs Budapesten, ez egy szerény összeg, de onnan nézem, hogy az elmúlt 30 évben budapesti lakhatást érintő projektek mik voltak, akkor meg ez egy, ez egy, ez egy komoly áttörés lehet. Atlétikai VB és annak a stadionja. Ellenezted a megépítését, fontos kampányigéreted volt, végül nem csak, hogy megrendezésre került a VB, hanem megépült a stadion, sőt, kint voltál annak a megnyitóján, és Fűrjes Balázsal uh, um, mi szükség volt erre, és szerinted ezzel igazából mit üzensz annak az ellenzéki közönségnek, amely hatalomba segített? Hát egyrészt az ellenzéki közönség, tőle azt kérem, hogy egész pontosan nézzék meg, hogy mit mondtam ennek kapcsán. Én azt mondtam, és nem azért, mert nagyon okos vagyok, de tudtam, hogy ez a kérdés szembe fog jönni, ha főpolgármester leszek, hogy amíg nincsen CT minden kerületben, addig nem lesz újabb stadion. Van most? Van. A Fővárosi Önkormányzat egy CT és MR programot indít, amiben plusz kapacitást vásároltunk, több tízezer embernek a, a, az ellátását tudtuk ezzel biztosítani. És persze az egészségügyi szakértők azt mondták, hogy hülyeségeket ne beszéljek, mert van elég CT, csak nincsen elég kapacitás. És kötöttünk egy olyan megállapodást a kormányjal, amelyben 50 milliárd forint értékben egészségügyi járó és alapbeteg ellátás fejlesztés történik Budapesten. Ez a megállapodás nincsen jelenleg betartva, tehát nekünk érvényt kellett szereznünk ennek a betartására, de van, vannak előre a tárgyalások arról, hogy ezt a programot folytassuk. Viszont az nagyon fontos, hogy én a stadion elem megépítését abban az értelemben soha nem elleneztem, hogy ennek a megállapodásnak ez része volt. Akkor emeltem fel a szavam, amikor ezt a megállapodást fel akarták rúgni. És én nem tudok mással, hogy mondjam, politikai nyomás gyakorolni a kormányra, amit elkezdem feszegetni ennek a nemzetközi sporteseménynek a, a, a legitimitását. Főleg azért, mert ez egy olyan nemzetközi sportdiplomácia közegben van, ahol ezt rohadtul nem szeretik. És hogyha én nem hogy mondjam, nem kezdek el hisztizni ezekre a pénzekre, ezek a pénzek nem érkeznek meg. De hány új CT keletkezett 2019 óta ennek a követelésednek köszönhetően? Hát, hogy hány kerület vásárolt CT-t, ezt nem tudom pontosan megmondani sok, de az nagyon fontos, hogy mennyi kapacitást vásároltunk. Tehát ma, ma gyakorlatilag Budapesten legalábbis, hogyha valaki nem veszik el az egészségügyi ellátórendszer dzsungelében, és ez az, az, az alapellátás, illetve a járóbeteg ellátásán múlik, nincsen várólista nagy diagnosztikai vizsgálatoknál, ami szerintem egy óriási erőlépés. lépés. De szeptember 2-án, bocsánat, a népszavának mondta, hogy megvolt egy első egyeztetés a maradék 30 milliárd forintnyi Igen. fejlesztési pénzeknek Igen. az átutalásáról. De most azért azóta eltelt mennyi, hát más, más, másfél hónap körülbelül, és Gulyás Gergely további 2 milliárd folyósítására tett ígéretet hol tartunk most, mennyi pénzzel számolhattok a ciklus végéig? A, ez a bizonyos két milliárd, ez két olyan projektnek a kimentéséről szólt, amelyek elkezdődtek, és a likviditási problémák miatt nem tudtak befejeződni. Tehát ez, 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 ez az két milliárd forint, ez erről szólt, egy, egy 18. keleti, meg egy 11. keleti beruházás. És a maradék fennálló összeggel kapcsolatosan annak a finanszírozási struktúrájáról, meg a forrás oldaláról előre adott vagyunk a belügyminisztériumban, szerintem meg fogunk és ez a pénz meg fog érkezni. Én egyként, éppen tegnap kaptam erre újabb megerősítést Pintér miniszter úrtól. Ez azért fontos kérdés már, az egész VB-hez való viszonyulásod, mert ahogy mondod, valóban övezik ezzel kapcsolatban olyan típusú vélemények a korábbi vállalásaidat, mi szerint itt ellentmondásba keveredtél, úgyhogy akkor egy valamit mindenképpen tisztázzunk. Pont a annak a műsorában beszéltél igazából viccesen arról, hogy a Párizshoz hasonlóan a kormány felépítene kettő darab metróvonalat, akkor te áldásodat adnád egy budapesti olimpiára. Hát, Vicceskedtünk erről, nem ezt mondtam, de, de kétségtelen, hogy ez elhangzott, egy, hogy ez a téma felmerült ebben a beszélgetésben. Van-e jelenleg bármilyen tárgyalás a kormány és a főváros között egy esetleges olimpia rendezéséről? Nincs semmilyen ilyen tárgyalás nincs. Sőt, tulajdonképpen hát alig vannak tárgyalások, de az olimpiáról egyáltalán nincs. Tehát sem hivatalosan, sem nem hivatalosan, sem típusú téged nem ért. És a kormány egyetlen tagjával soha nem beszélgettem még az olimpiáról. Ha megkeresnének téged, milyen követelésekhez kötni egy esetleges támogatás meglétét? Hát szerintem nagyon, Viszont az ambíció nagyon... nyilvánvaló a kormányzat részéről. Hát én is azt gondolom, hogy valószínűleg főleg a miniszterelnök fejében van egy ilyen elképzelés. De hát köztünk szóval én ezt egy nagyon-nagyon szürreális nem gondolom. Tehát a főrös önkormányzat jelenleg 50 milliárd forint követelést faktoráltat azért, hogy túlélje ezt az évet. Tehát, hogy olyan, olyan messze vagyunk attól, hogy olimpiáról egyáltalán elkezdjünk beszélgetni, hogy, hogy, hogy én ezt nem, nem, tartom egy időszerű és reális főpolitikai felvetésnek. Rásul nyilván az alapfeltétel az, hogy az atlétikai VB kapcsán kötött megállapodásnak érvényszerezünk. És akkor, hogyha megjön ez a <kül> 25-30 milliárd forint egészségügyi fejlesztés, akkor is nagyon hosszú lista van még abban a megállapodásban, hogy mi az, aminek még meg kéne épülnie. Kétségtelen, hogy az nem kötöttünk ilyen szigorú határidőket, de ott van benne a diákváros megépítése, a Csepeli parkerdő megépítése, és még egyébként sorolhatnám azokat, amiket én egyáltalán nem nem tudok ezekről lemondani. El tudom fogadni azt, hogy ezeknek van egy időbeli kifutása, és nincs is konkrét céldátum ezeknek a beruházásoknak a megvalósításához. Amikor például a, a kormány úgy döntött, hogy a Diáksziget kuka, és, vagy a, bocsánat, a diákváros kuka, és helyette bejön a Fudan Egyetem, akkor is egyébként szerintem teljes joggal elkezdtünk fenyegetőzni, az atlétikai rébé kapcsán, mert ez egy nyílt felrúgás ennek a megállapodásnak. Tehát én, én ezt, én, ezt egy szürreális felvetésnek gondolom, hogy mi erről beszélgessünk. Nagyon-nagyon messze vagyunk ettől. De nyilván te is olvastad a Szabad Európában pont a héten megjelent írást, ami arról szólt, hogy a Fidesz a pénzcsapok megnyitását ígérte Karácsony Gergelynek, a támogatja a 2036-os Budapesti olimpia pályázatát. De ez nem igaz. Tehát te akkor ezt egyértelműen tagadod. Hát az, hogy bármilyen ígéret lett volna, bármilyen tárgyalás lenne, ezt a lakhatározatokon tudom tagadni. Én senkivel, a magyar kormány egy egy szereplőjével nem beszélgettem erről a témáról. Jó. Én ugye úgy tartom a szombati bejelentésedre, mint szerint elindult a kampányod, ezt árnyalni próbáltad. Akkor igazából hogyan számolsz, mikor indul az újraválasztási kampányod? Hát szerintem... Minden nap ez zajlik, tehát jelenzéki politikus vagyok, ezért nekem is meg kell szoknom azt, hogy minden nap kampány, amit hivatalban töltünk. Én azt gondolom, hogy az érdemi kampány akkor kell lesz, amikor meg lesz a putasöpességi megállapodás, ami egyébként azért egy hosszú folyamat, mert ha a polgármesteri szint megvan, akkor utána jön majdnem 300 egyéni választogati szint, tehát azért ez sokáig el fogunk ezzel bíbelődni. Nem baj ez, de én, én valójában érdemi kampányt, tehát hogy mondjam, a kampány klasszikus eszközeivel, ahogy az lenni szokott, szerintem az tavasszal indul. A 2019-es ügyéreteit közül mi az, amire a következő, hát nagyjából 8 hónapban még lehetőséged lesz érdemben, attraktívan bármit is teljesíteni a választópolgárok felé? Szerintem sok minden lesz még benne, olyan ügyek, amelyek Elsősorban az elmúlt évek nagyon brutális válságkezelése miatt egyszerűen nem kaptak prioritást. Előkészítő folyamatok elindultak, ezek inkább ilyen, főleg a humán területen, esélyegyenlőség és más területeken olyan, olyan projektek, amiket fontosnak tartok, csak egyszerűen tényleg ez az elmúlt négy év, ez, ez borzasztó nehéz volt. Folyamatosan válságokat kellett menedzselnünk, és egyszerűen nem elfelejtődtök, csak ebben a napi válságkezelési robotban el, elsodródtak el egy kicsit időben. Szóval lesz még nagyon sok minden, amit, amit meg fogunk csinálni a programból. Meg lesz itt a választásig a Városháza Park? Városháza Park jelentős része meg lesz nyitva egy hónap múlva. A Városháza átjárhatósága mikorra várható? November 17-ére. Tehát november 17-én, amikor Budapest 150 egyeslés forduló ületést napját ünnepeljük, akkor nyitjuk meg a Merlin Színházt, és a Merlin színház körzetének a rendezésével ö, ö, megnyitjuk a Városházát, tehát az úgynevezett egyes udvar, ami egyébként budapest egyik legszebb parkja, csak nagyon kevesen látják, azt meg fogjuk nyitni a, a járók előtt, a budapestiek előtt, és ö, ezzel a Városház a park vállalásnak egy nagyon jelentős részét teljesítjük. Ez egy ilyen pop-up park lesz, tehát nyilván a, a maga a park beruházása az már a ciklus következő, következő ciklusban tud megvalósulni. De nagyon fontos, hogy azok a beruházások, amik ahhoz kellene, hogy a park megújítását el tudjuk kezdeni, tehát gyakorlatilag a hátsó homlokzatnak, az egyik életveszélyes hátsó homlokzatnak a, a felújítása, és a Merlin Színház épületének, a szintén életveszélyes állapotban lévő egykori épületének a felújítása, az meg fog történni most, és megnyitjuk ezt a részt, és e, e, megvannak a, meg vannak a terveink a következő ciklusban a, 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 park felújítására, és a források is megvannak, európai nős meg tudjuk csinálni. Tehát november 17-től a Madács tér felül, hogyha közelítek, akkor át tudok menni a Városháza, és meg tudom még közelíteni igen. a Városháza utcát. Onnantól kezdve mennyi ideig? Örökre. Tehát ez így fog maradni. Ez így fog dolog. Igen, igen, igen. Est, esténként uh, nyilván ez be fogjuk zárni a forgalom előtt, de napközben ez ez nyitva lesz, és szerintem nagyon lesz jövő június 9-ig várhatjuk a Tibor bevezetését? Nem kell várni rá. A főváros Önkormányzat egy helyen tud adót kivetni, ez megtörtént a Margit szigeten, van egy szabályozásunk. és még ebből az évből van elég hátra ahhoz, hogy tárgyalásban vagyok kerti polgármesterekkel, hogy ezt a modellt vegyék át. Mi az ebben, adóbevételt reméltek ettől? Azért nem olyan egyszerű erre válaszolni, mert ugye a, adótitok, hiszen nagyon nehéz uh, elválasztani a konkrét... Szemmel látható érdemi bevétel lesz ebből az önkormányzatnak a fővárosi önkormányzat? Én azt tudom mondani, a fővárosi önkormányzat létrehozta a fővárosi solidaritási alapot, ez 300 millió forinttal működik. Egy kerületi uh, uh, lakhatási és, és más, hogy mondjam, milyen mély szociális krízisek kezelésére <hül> szolgál ez az alap. Ezt az alapot mi ebből az adóbevételből töltjük föl, és arra akarom rávenni a keleti polgármester társaimat, hogy a saját maguk adórendszerébe igazkedő módon, a magas értékű ingatlanok kapcsán. Itt többféle technika van, amelynek a taglalásában nem biztos, hogy lesz időnk, de hogy a saját maguk adórendszerbe illeszkedő módon teremtsenek forrásokat még ilyen projektekhez, és ebben szeretném őket azzal ösztökélni, hogy összekötöm ennek az alapnak a működésével ezt a dolgot. Néhány polgármestertársammal elég előadó beszélgetésben vagyok abban, hogy ezt megtegyék, de ugye ez egy a kerületek nevében nem tudok döntést hozni. Mi a saját területünkkel ezt megléptük, ebből egyébként bírósági perlet, mert ugye a tulajdonosok vitatták ennek a jogszerűségét, de azt gondolom, hogy teljes mértékben jogszerű, főleg azért, mert más egyébként vidéki városokban van ilyen típusú adó nem. Másként teszem fel a kérdést. Nyilván egyébként nagyon nincs könnyű helyzetben majd politikus, nyilván ebben a médiakörnyezet alakítóinak is volna akar önreflexiót gyakorolni, hiszen ti magatok is a figyelemért hajtotok, és ezért is vetemettek sokszor bombasztikus állításokra. Én a Tibor is valahogy ide sorolom. A kérdésem arra irányul, hogy te a magad eszközeivel törekszel arra, hogy a 24-es kampányban sokkal inkább a közpolitikai vállalások, az élhetőség, az igazságosság és az egyenlőbb társadalmi feltételek kialakítására, irányuló Budapest politikáról szóljon majd ez a választási kampány, akkor is, hogyha az ellenfeleid nem feltétlenül tartják magukat ehhez, és fogsz-e tartózkodni az ilyen típusú bombasztikus, de egyébként közpolitikailag, meg hát különösebb tartalommal nem bíró kielentésektől. Szerintem a Tibor Czadó egyébként egy, 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 egy létező politikai szándék, amit ráadásul korlátozott mértékben de lehet is érvényesíteni, és nagyon-nagyon és fontos, hogy célhoz kötötten történjen, tehát ebben az értelemben, amit mi megcsináltunk, mint a szabályozást, illetve ennek az alapnak a létrehozását, azért szerintem ez egy azért 300 millió forint lakhatási szegénység és más eh, drogprevenció és más nagyon fontos ügyekben azért Budapesten egy látható, látható, összeg, és akkor még a kerületekről nem is beszéltünk. De az később hogy teljesen más úgy kampányolni, hogy, hogy az ember egyszerűen információ hiányában kívülről, nem ismerve a rendszer működését, azért ez egy nagyon nagy rendszer a főváros és a cégei. Tehát, hogy hol vannak a hangsúlyok, mik a valóban, valóban fontos kérdések, mik kevésbé, ezt, ezt, kívülről nagyon nehéz látni. Részben azért is, mert olyan a, olyan a működésünk, hogy, hogy egyszerűen az ellenzék nincs információ birtokában. Tehát ma már én is rendszeresen újraolvasom a programomat, és akkor nem mindig érzem azt, hogy, 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 pontosan éreztük, hogy mik a prioritások. Miközben a programnak a fő évével teljes mértében egyetértek, és a fő vállalásait tarthatónak tartom, függetlenül attól, hogy ez nem biztos, hogy egy ciklusban meg tud marósulni. De most kifejezetten olyan kampányra készülök, amikor nagyon megalapozottan tudok tenni vállalásokat. Olyan, tulajdonképpen az, arra készülök, hogy az a nagyjából hát csapattal egy harcban állnak, hogy ez az össze mekkora, de 300 milliárd forint nagyjából az az európai uniós fedezési forrás, ami Budapestnek kinéz. Egyébként ez egy borzasztó nagy város diplomáciai lobby tevékenységnek az eredménye. Nem a magyar kormány, nem a kék szép szemüknek adták ezt a pénzt. Tehát ebben mi nagyon sokan dolgoztunk, hogy ott legyünk az asztalnál, ahol ezeket a forrásokat elértik. Azért ez egy viszonylag komoly forrás. És én kifejezetten arról szeretnék beszélni a kampányban, hogy mit fog csinálni a következő ciklusban, illetve mi az a várospolitikai stratégia, amit már lehet, hogy nem én fogok végrehajtani, de 2050-ig szeretnék a városnak egy jövőképet adni. És ennek a jövőképnek a központi eleme az az, hogy ezt a várost fel kell készíteni a klímaváltozás időszakára. Ez egy nagyon nehéz időszak. Ami szembe jön Budapesttel, nem csak Budapesttel, a világ nagyvárosaival. Ez rengeteg kihívást fog tartalmazni, és ennek nagyon sok szociális aspektusa is van, de ez nem egy klímapolitikai program, hanem tulajdonképpen arra kellett rádöbbennünk a, a, a sorozatos válságkezelés időszaka alatt, hogy a város ellenálló képességét kell javítanunk. Amikor arról beszélünk, hogy mélegelőket csinálunk, vagy pedig egy ökológiai szemléletű zöld ö, kerületkezelést. Ez is arról szól, hogy a városi területeinek a biodiverzitását erősítsük, hogy ellen, erősítsük az ellenálló képességet. Akkor arról beszélünk, hogy a cégeket nem átadjuk, mondjuk például a fővárosi vízműveket, nagy politikai nyomás volt, hogy adjuk át az államnak. Nem átadjuk, hanem kivásároljuk a francia, meg a német tulajdonost, most éppen ez történik a nagyon fontos közvetető cégeinkből, például a, ugye a, fővárosi csatornázási művek visszakerül a fővárosi önkormányzathoz, a menedzsment joggal és a teljes tulajdonnal, és a közvilágító cégünket is, és visszaszerezzük teljes mértékben. Ez mind, mind arról szól, hogy a város birtokában legyen azoknak az eszközöknek, amivel ezeket a Ezeket a klimatikus változásokat és az öregből társ változó társadalmi környezet meg tudja valahogy tudja tompítani ezeknek a hatásait. Tehát amikor én arról beszélek, hogy Budapest köztársaság, akkor nem csak arról beszélek, hogy ez egy politikai szimbólum, vagy hogy politikai értékek mellett való kiállásról beszélek, hanem arról, hogy van a városnak egy fajta autonómiája, egy függetlensége. És tudom azt, hogy ez, ez, politikailag nem, tehát ez nem hoz sok lájkot, hogy mi visszavettük az FCM kisebbségi tulajdon részét, és most már teljes mértékben még a cég. De amikor arról kezdünk el beszélgetni, hogy hogyan lehet mondjuk a szennyvíz iszamból energiát termelni, akkor ez rohadtul fontos. És már látom ezeket a programokat, látom ezeket a terveket, látom az ehhez szükséges forrást is, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy ellenzében vagyunk, és akkor megígérik, hogy majd lesz pénz, és aztán elmesz, akkor azt mondjuk, hát bocs, nem lett. Ezek, ezek elfogadott operatív programok, és még egyszer mondom, még lobbizunk azért, hogy például a herétársi alap hitelkeretéből is a főváros tudjon részesedni. Tehát uh, tulajdonképpen szeretném, hogyha ez a város kapne egy jövőképet uh, 2050-ig, ez a jövőkép elég borongós mert nagyon sok kihívással kell szembenéznünk, és fel akarom készíteni ezt a várost azzal, hogy, hogy rendelkezik a saját eszközeivel, és vannak programjaim, amiből be tud avatkozni a lakatás, a, a közlekedés, a, a vízgazdálkodás területén, és tudja tompítani azoknak a borzasztó kihívásoknak hatásait, amivel szembenézünk. Én erről fogok beszélni a kampányban, nyilván most el kell mondanom azt, hogy mire jutottunk. Szerintem az, hogy a főváros önkormányzat létezik, ez egy nagyon politi nagy politikai teljesítmény. És tudom, hogy ezt a, a sírálkodást én is unom, és, és nem szoktam. De most erre a, erre a szomati programra készülve összeszámoltam a kollégáimmal csak a pénzügyi hatásait, annak, azoknak a válságoknak, amiket el kellett viselnünk. Kormányzati megszorítások, COVID-válság, energiakrízis, infláció. Ez majdnem 350 milliárd forint. Tehát olyan, mintha négy évből egy évi költségvetésünket elvitték ezek a válságok. Az, hogy most itt vagyunk, ez is az ellenálló képességét mutatja a városnak, nem csak a városvezetésnek, a cégeinknek, az itt dolgozó több mint 25 ezer embernek. Tehát, hogy én, én, én azt gondolom, hogy mi kiálltuk a próbát. És amikor arra kérem a június 9-én a budapestieket, hogy jöjjenek el szavazni, és adjanak még egy, legalább egy ciklusnyi bizalmat nekünk, akkor egy olyan jövőképnek akarom őket megnyerni, amiben a város a saját eszközeivel, ha úgy tetszik, egyfajta védelmi zónát kialakítva, a saját erőforrásaival képes megvédeni a polgárait azoktól a kihívásoktól, amikkel szembe kell néznünk. Ha lesz már Fideszes kihívód, és a Partizán rendez egy vitát, elfogadom a meghívást? Én, én, én nagyon szeretnék vitatkozni Fideszes uh, 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 politikusokkal, csak ők nem nagyon szokták ezt. Sajtos fog ez múlni, vagy nem sem fog? Én nagyon szívesen jövök. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt elmondtad a nézőinknek. Köszönöm a lehetőséget. máskor is. Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem a főpolgármesterrel. Ha mi nem iratkoztál fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, van bármilyen kérdésed, észrevételed, akkor várunk a komment szekcióban. Ha tetszett a beszélgetés, vagy érdekesnek találtad, akkor a lájkon like megnyomásról tudod pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben. Ha nem tetszett, akkor egy diszlájkot is nyomhatsz, de ebben az esetben mindenképpen írd meg, hogy mi az, ami nem nyerte a tetszésedet. Ha megtetted, kérlek, hogy szájba ehhez a linkeket megtalálod szintén a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.